Nyolcadik rész Abban az időben, amiről most szó kerül, a nap is szebben ragyogott a keresztúri határban, ahova legeltetni jártam. Nem volt más dolgom, pacsirtanót hallgattam reggeltől estig. Ebben néha beleugatott a csőz kutyája is, de ez tisztára az ő baja maradt, mert sokkal előbb fejbe vertem a bottal, mint a csősz engem. A szaladásokat régen betanultam, csak arra köllött vigyáznom, hogy valamelyik tehenemet el ne ragadja a csősz bizonyítéknak. Ha a bimbó lassabban szedte egyik másik lábát, megesett egy két ütés a fejemen, de semmiségekkel én soha életemben nem törődtem. Errefelé minden körtét nekem találtak ki, de a tulajdonos itt is csak olyan szőrös talpú barbár. Észre se veszi az ember, már fültövön fog és kész a veszedelem. Ilyesmi ritkán történt, de sose volt lehetetlen. Mindenképpen nézve a dolgokat, azt is mondhatnám, hogy kutya idő járt. Olyan meleg volt itt a határba, hogy a csőszök sem mertek előbújni a kunyhóból. Igaz, én látni se kívántam őket. Leginkább az árnyékban időztem. Merem állítani, hogy nem egy szép gondolattal gazdagítottam volna a világot, ha időközben el nem felejtem őket. Így virat rám a vasárnap, amelyiken a búcsú volt. Szerettem volna búcsúra menni, de mivel sántára vertem a bimbót, nem mertem szólni a bakteromnak. Búcsú vasárnapján történt a véres tragédia, amiről az egész világ történelem egy kukkot se szólt, ezt a hiányt akarom most pótolni. Teljes valóságba elmondom a szörnyűséget, ahogy az csak ugyan megtörtént. Már kezdem is. Délben megitattam a teheneket, de még nyoma se látszott, mintha készülne valami. Nagy események idején így szokott ugyan kezdődni a baj, de én is csak utólag gondoltam erre. Mondom, békés idő járt. Este rendesen bevittem a tejet a faluba, azután szaladtam haza aludni. A puklikos letettem a konyhába, és innen bementem a szobába vacsorázni, mert igen nagy ünnepeken többet kaptam henni, mint máskor. Bemegyek a szobába, a bakter ott ült az asztal mellett. Mind be, mezít láb. A feje búbján félre volt csapva a baktersapka, és olyan két literes forma fazékból bort ivott. Nem tett semmit, csak ivott, mint illik inni búcsúvasárnapján vasárnapján egy bakternak, aki 24 órás szolgálatot teljesít. Láttam már inni máskor is, nem találtam rajta semmi különöset, így annak kedve tartja. Mindössze azt furcsálottam, hogy rettentően pislog rám. Eleinte, mikor korábban ide kerültem a házhoz, féltem tőle, de az már régen volt. Nyugodtan leültem falatozni, nem gondoltam semmire. Hát láttam én valaha, hogy a történelmet hogyan csinálják. Egy-kettőre befoltam a vacsorámat, és menni akartam kifelé. Vagy? – mondja a bakter. Félbögre bort adott. Így el, Bendegúz. Lassan, apródonként ittam meg a bort. A bakter beszélt, hát illőnek tartottam meghallgatni. Még van egy kicsi a fazékba. Nem is tudom, hányadik fazék. Mert tud meg, Bendegúz, úgy kell inni, hogy az ember lássa jól a fazekat. Most például a kokáért úgy látom, három fazék van az asztalon, pedig csak egyről tudok. Azt a másik gyereket zavart ki innen. Nem szeretem az idegeneket. Csak magam vagyok itt, mondom a bakternak. Pedig úgy láttam, ketten ettetek. Na, gondoltam, ez a bakter alaposan bekávézott. Jó éjszakát kívántam a bakternak, és kimentem az udvarra. Mondok, körülnézek a portán, ha már a bakter milyen csávába kerekedett. Ami ezután történt, abban teljesen ártatlan vagyok. Nem vállalok felelősséget a történelem szín előtt. Itt kell megemlítenem, hogy a múltkor ellopták a bakterom összes tojótyúkjait, valami harminc darabot, meg vagy húsz jércét. Akkor azt mondta a bakterom, hogy öt pengőt ad nekem ajándékba, ha legközelebb én venném észre a tolvajt. Ki is tanított, hogy zajtalanul szóljak neki, ha ne adj Isten, valakit észrevennék a tyúkkal körül ólákodni. Mondom aztán magamba, hogy az udvarra érekül, az, hogy a búcsú elmúlt, és a bakteromnak egy fia csirkéje sincs, de az a kis pénz mégiscsak jó volna nekem. Neki is fogtam rögtön megvizsgálni a helyzetet, de nagyon óvatosan. Hát először is, ahogy az udvarra értem, körüljártam a trágyadombot, utána meg a köcsökfát. A dolog legveszedelmesebb részét, a tyúkolt utoljára hagytam. Körült a tyúkolon, hát uram, ne hagyja, még a vérem is megállt. Ilyen dologra nem voltam elkészülve. Egy sötét alak guggolva nyögött az ól mögött, de olyan csúnyán nyögött, mint akinek szorulása van. Még máma is megmernék rá esküdni, hogy csak ugyan szorulása volt. <laughs> Megfordultam igen sebesen, és mint a villám vágódtam a bakter elé. – Lopják a tyúkokat! – a bakter káromkodott. – Hány a kirilányzuvátak a kasülőnek? – szaladtunk kifelé, ahogy csak lehetett. A fekete alak még mindig ott guggolt az ól mögött, és nyögött keservesen. Ott van, súgtam a bakteromnak. A bakter elordította magát. vagy az ember! S már is ráugrott a tény, sasszonyra. Észrevettem a bakot, de mondok, most már benne vagyunk, hát egye meg a fene. Csak a torkát, a gégáját kiáltottam a bakteromnak. A bakter igyekezett is két kézzel, és valahogy eltévesztette az irányt, mert az illető zsivány lábszárán keresgélte a torkát, ami azután igen keserű körtét hozott. A banya úgy gyomra rúgta a bakteromat, hogy a szája is tátva maradt szegénynek. Gondoltam, a fene megeszi, ha rám kerül a sor. Azt tapasztaltam, hogy a szerencse forgandó, mert hol a banya volt alul, hol a bakter fölül. Többek között a bakter olyan villámló pofont adott a banyának, hogy attól féltem rájuk szakad a tyúkol. Merem mondani, hogy egyikük se hagyta magát. A bakter sebka ijesztően hasonlított a palacsintához. Ha a bakterom is így jár, uram, segíts, akkor már én sem remélhetek kegyelmet. Határozottan a bakter pártján álltam. A bakter most megint a banyatorkát szorongatta, de az is balul ütött ki. A banya bekapta a bakterom hüvelykujját. Éppen a bal lábán, amelyiken a nagy bütykő van, és rágni kezdte. A szegény bakter úgy ordított fájdalmában, hogy reszketett a tyúkolt teteje. A környékbeli kutyák is megszólaltak, azt hitték a balgák, hogy disznóülés van a bakterháznál. Világosan láttam, bár sötét volt, hogy a csata sorsa eldőlt. A lármára elődjött a szomszédból a szedmák, bakter vasvillával szedmáknél lámpát hozott, így derült ki a nagy tévedés. A bakterom úgy össze volt karmolva, hogy a pogány is megsajnálta volna szegényt. Olyan gyűrött volt a két füle, mint a lafancos kutyái. A banya keservesen nyivákolt. Jaj, a farcsontom! Oda van a vándorvesém! Inkább oda, mint ide, mondom a banyának. Ahogy a ténysasszony a világ mellett megismerte a bakteromat, ilyettében elájult. Rám várt a föladat, hogy vizet hozzak a konyhából. Hoztam is rögtön két vödör vizet. Szed Mákné vízzel kenegette a banya pofás felét, de az úgy tett, mintha meghót volna. Így sose élet föl, mondom. Nem kell azt olyan nagyon cirógatni, nincs ez ilyesmihez hozzászokva. Így aztán végigöntögettem egy vödör vizet a banya hátán. Éppen fel akart tápászkodni, mikor a másik vödör vízzel szem zúdítottam. Nem is volt ő még ilyen tiszta, mióta a bába megfürdette, az pedig régen lehetett, van, amikor a tatárjárás idejében. Na most aztán tiszta lett a tény, asszony, tiszta, mint nagy pénteken a fehér holló fia. A bakter sehogy se akart kiózanodni. Nekidőlt a tyúkolnak, úgy könyörgött Szedmáknak, hogy eresszük rá a tolvajra végezni akar vele. Szedmák békítette: Nyugodjon meg, szomszéd, nincs már tolvaj! Közben a banya megátkozott engem. De hogy megátkozott, ha hallották volna? A bakter meg úgy tántorgott, mint egy valódi részeg ember. Azt láttam, hogy sehogy se tud ráismerni saját magára. Megértem egyrészt, mert ha nem látom a változását, magam is csak arra gondoltam volna, hogy valaki kicserélte a bakteromat. Az egész bakter olyan cefet formát mutatott, hogy beállhatott volna a kalendáriumba a domának. A banya nagy nehezen elkotródott, szedmák főként a bakteromat segítette bevezetni a házba. Oda bent újra a fazék után ágaskodott, de én megelőztem. Szeme előtt ittem ki a a fazékból. A bakter erre lefeküdt, és egy perc múlva úgy aludt, mint a medve. Szed már elment haza. Én meg leültem egy kicsit gondolkozni, mert csak borzasztó dolog ez, ha jól meggondolom. Kigondolkoztam magam rendesen, aztán elindultam a barátomhoz, hogy megvigyem neki a gyászhírt, amihoz képest a világháború közönséges ma volt semmi más. Egy kis futással hamal elértem a 196-os bakterházat. Kónc bácsi lelkendezve fogadott. Vártalak, bendegúz, jó, de vártalak. Nagyon finom fekete kenőcsöt szereztem a bokádra. Igerős telem, hogy folyton sánta vagy. Nem közönséges kocsi kenőcs bácsi. A fenéket, igazi finom patikaszer! szer. Szagócsak meg milyen finom szaga van. Olyan igazi jó kátrány. Olyan büdös ez, mondok, mint a kolera. Honnan vette? Azt ne keresd, fő dolog, hogy van. Felhasználom ezt a kenőcsöt, mondok, ha csak ugyanolyan jó, hogy kölélni vele külsőleg vagy belsőleg. Ahogy neked jobban tetszik, az csak természetes. 48 ba is ilyen kenőcseken egették a markotányosok taligáját. Jobbat nem is lehet neki találni. Akkor ez nagyon jó lesz nekem, ha csak ugyanolyan finom. Elviszem haza a te is most ő is orvosságra szorul. Á, megint a Bendegúz. Nem feleltem rögtön, hanem egy ronyba elcsomagoltam az orvosságot, és kitettem a bakterház elé. Milyen drága dologra én mindig vigyázni szoktam. Most már beszélhetünk, Konc Mi az? Csak nem vert meg újra a vén asszony? Attól félek, hogy meglazsnak ott. Ne enged csúfot űzni magadból. Lehetetlen dolog, hogy téged üssenek, verjenek. Nem mondom, valami szép menyecskétül én is elszenvednék valamit. De ilyen esetben nem mennék bele. Egészen megfordítva, Konc bácsi. Tudja, változnak az idők. Ezt hallom mindig a bakterumtól is. Beszélj, de gúz, mi történt már megint? Elmondtam neki mindent, elejétől végig, egy szót sem felejtettem ki az egész szörnyűségből. Konc bácsi annyira nevetett, a könnyei is folytak. Derék gyerek vagy, Bendegúsz, nagyon derék, igazi politikus vagy te, az bizony, politikus. Hiatt se hallottam, mondok, mi a kórság lehet az? Azt mondom, a politika nagy dolog. De te értesz hozzá, mint senki más. Szó, ami szó, Kocz bácsi dicsérete nagyon jól esett. Nem is születik mostanában több ilyen bakter a világra. Az a felé menet elgondolkoztam a világ során. Tudom én jól, az a baj a világnak, hogy nem a tehén kormányozzák. Ha én valamikor miniszter leszek, mindent visszájára fordítok. A csőztől elveszem a bunkósbotot, a revolvert szintén a saját derekamra kötöm. A pofonokat végleg eltiltom. Aki vét a törvény ellen, azt fölpofosztatom a bakterral. Az ország vászontarisznyájára lakatott tétetek, nehogy kilopják belőle a pénzt. Konc bácsi miniszter tanácsos lesz a tudománya miatt. Ha pedig ő lesz a tanácsos, jó lett volna megkérdeznem tőle, hogy mikor leszek miniszter, mert egyrészt az éppen nekem való hivatal, másrészt meg úgy akarok sokáig itt maradni. Ennél a bakternál. Ha én leszek a fő, nem lesz panasza a szegény embernek. Mert még a bundás kutyának is akkora pampuskát juttatok, mint a két oklom. Törvénybe iktatom, hogy palacsintán kell élni a tehénpásztornak. Sok mindent gondoltam hazáig, és lefeküdtem az istáló ágyra aludni. Hogy történt, hogy nem? Egyszer csak miniszter lettem. A kezemben bunkós bot volt, a derekamon meg a csősz hatlövetű revolvere csüngött madzagon. Aztán, hogy mód felett unatkoztam, kimentem a patak mellé lótetűt fogni. Éppen arra gondoltam, hogy a lótetű mennyire nem hasonlít rám, amikor a bakter el akart mellettem köszönés nélkül. Mondom a bakternek, csak meg te jószág, talán bizony verébb van a bakter sapka alatt, hogy nem tudsz köszönni. Erre lekapta a sapkát, mondom aztán neki, ugorj csak bele gyorsan a vízbe, azt most meg a lábommal vagy három hónap óta nem mostam. De a fájós bokámra vigyázz, mert ha megtalálod nyomni, rögtön lecsukatlak. Nem mondom, meg most a lábom rendesen, szinte észre se vettem. Megtörülheted, mondom, az inged aljába is, csak a tisztább felit fordítsad. Alig törüli meg a lábom, azt mondja a bakter. Nem volna -e olyan jó nagyságos kegyelmes úr, hogy biztosítaná egy rendelettel a kis nyugdíjamat. Szeretném megkapni fönnakadás nélkül az államtól harminc évi szolgálat után. Úgy elfutott a méreg, hogy csuda. Mondom aztán a Pimasznak. <laughs> Minek nézette a magas kormány tulajdonképpen? Hat ökörnek, mi? Rögtön nem tudom, mi lesz, ebadt a kutya bakter. Hogy jut ilyesmi az eszedbe, mi? Már mondom, tömlöc becsukatom a zsivány, de amint jobban megnéztem a fizimiskáját, látom, hogy új ködmön van rajta. Mondom magamba, ez a bitang úgy látszik. Tavaly is letagadta az egyenes adót. Lez, tisztára letagadta. A madzagrúl hamar leoldottam a revolvert, és ráfogtam a bakterre Föl a kezekkel? Fizest ki az adót, vagy lövök? De a bakter, hogy így meg úgy, ő már kifizette, meg hogy elhozza nekem a nyugtákat. Várjak nyugodtan, mert több becsületes ember meg így meg úgy. Korábban kell fölmondom, ha engem akarsz elbolondítani. Ide a tojás árát hirtelen, hát lelőlek, mint a kutyát. Nehogy azt hitt, hogy a fazék sapkád miatt elengedem a fizetséget. De ő egyre esküdözött, hogy nincs egy krajtszárja se, meg nem is lesz, mert rettentően kevés a fizetése, olyan szegény, hogy a családja minden szerdán kint kódul a piacon, a felesége meg már úgy zörög a szárasságtól, mint a talicska. Erre kiforgattam az összes zsebeit, így tudódott ki, hogy a bakter hazudott. Az egyik pantalló zsebbe találtam egy vadonatúj hatost. A hajam is az ég felé állt, annyira meglepődtem. Tudtam, hogy nagy zsivány, de ilyesmire nem voltam elkészülve. Ugye, hogy gazember vagy, mondom a bakternak, mégiscsak jól ismerlek én téged. Most azt mondja nekem ez a bakter, hogy ő azon a pénzen kukoricakását akart főzni, mert igen, nagyon éhes, majd megvakul egy kis kukoricakásáért. Három napja színét se látta a kukoricagölödénynek, pedig él, hal érte. Figyelmeztetlek, mondom a bakternak, hogy a magas kormányal szemben ne koministáskodj, mert úgy váglak bagó tartón, hogy lenyeled a bagólevet. Aztán, hogy kétszer-háromszor nyakcsigán tenyerültem hátulról, a bakter letérgyelt előttem, azt mondja, hogy ő egy nyomorult féreg, szegény meg szerencsétlen. No, látod, hogy észre tértél, mondom a bakternak. Így kellett volna kezdened rögtön. A hatost kivételesen visszaadom, mert hogy fölfordulj éhen. De a ködmönt vesd le egy-kettőre, mert lefoglalom hátralékos adó miatt. Nincs olyan hideg, hogy lekopna képedről a szőr. Vesd csak le hirtelen. A ködmönt már sehogy se akarta levetni a bakter. Azt mondja, hogy ír nekem levelet az árvízkára miatt, így hát kénytelen voltam erőszakkal levetkőztetni. A bakter persze még mindig alkudozott velem, azt mondja, szeretne belenyúlni a ködmön zsebbe, benne felejtette a zsebóráját. Most már le van foglalva, mondom. Meg aztán minek volna neked az óra? A magas kormánynak csak jobban kell tudni, hogy hányat ütött az óra, mint neked. Ebből elbocsátottam a baktert. Ilyet az ördög, mondtam neki. Amint a halmi határ felé nézek, meglátom, hogy a konc bácsi lélek szakadva cipel egy óriási keresztet, éppen akkor a kereszt volt a vállán, mint annak idején Krisztus urunknak, mikor a pogányok fölkísérték a kálváriára. Konc bácsi odahozta elém a keresztet, és azt mondta. Kegyelmes miniszter úr, itt van a becsület nagy keresztje. Az inácska kucsi király küldte nagyságodnak, hogy akassa a nyakába, és viselje minden alkalommal. Mit tehettem volna mást? Fölpróbáltam a keresztet, de az istentelen alkotmány csak nem agyonnyomott. Úgy elszomorodtam tőle, mint a vetélőkutya. kutya. Csak nem lemondtam a kereszt miatt. Mondom, ekkora terhet nem bírok el, ha megszakadok sem. Nem volt becsületes ember, aki ezt a keresztet kitalálta. Azon kívül sehogy se szolgáltam rá. Igaz, hogy Loptam, hazudtam, mikor herekénytelen voltam, de annyig az emberséget nem követtem el, hogy ilyen koloncot akasszanak a nyakamba. Ketten fogtuk meg a keresztet, és becipeltük a tehén istálóba. Oda támasztottuk a riska farához a szalmára. A riskának röviden megmagyaráztam a dolgot, mondom. Úgy vigyázta barom, hogy ha véletlenül leizéled, rögtön a nyakadba akasztom, és kupeckézre adlak. A koncbácsi azt ajánlotta, hogy jó volna, ha megtartanánk a minisztertanácsot és letárgyalnánk a bakterok ügyeit, mivel ő is bakter származású. Azt mondja, szeretné, ha a bakterok sapkájára megszavaznánk egy vagy két stráfot, meg egy fél oldal szalonnát bajuszkedőnek. Mondom, először is nincs minden bakternak bajusza, ha pedig akad ilyen bakter, az kikenheti a bajuszát disznóbogyóval is. A bakterok különben se szűkölködnek a mi kormányzatunk alatt, mert az új koldulási engedélyek kiadásánál elsősorban rájuk gondolok. Azt mondja a tanácsosom, hogy ő nem is igen tudja, hogyan tudnak a bakterok koldulni 24 órai szolgálat után. Ezt én se tudom biztosan, hogy mennyit koldulnak, mondom. De a magos kormány különben sem azért van a világon, hogy minden hülyeséget tudjon előre. Majd kipróbáljuk a rendeletet, aztán meglátjuk az eredményt. Most pedig vegyek el nyakába a lábát, és keresse meg Pesten azt a macska faragót, aki cigányvajdát faragott kosudlajos szobrából. Ki akarom vele foltoztatni a bakterház oldalát. Ígérjen neki két hatos napszámot, ha kevesli, majd érte küldjük a bakteromat. A ha tanácsos hajlongott előttem, én meg fölfordítottam a mosóteknőt, majd lehasaltam, hogy az új törvénykönyvet megírjam. Tudja mindenki, a törvény igen fontos dolog, enélkül nem tudják a népek, hogy mit szabad és mit nem. Ilyesmiből aztán egy-kettőre itt van a fölfordulás, amikor a legfinomabb ember is oldalba rugdalja a szomszédját. Aztán itt van az olcsó szalonna, meg a fele baráti szeretet eszmélete. Ha szabadjára engednék a népet, ezt is úgy bekapnák, mint hat kutya egy legyet. De én tudom, honnan fúj a szél. Aki nem akarja megérteni a pontjaimat, az egy-kettőre oda kerül, ahol a bakter volt fiatalabb korában, egyenesen a paszterintézetbe. Morogni senkinek sem áll jogában mától kezdve. Így írom a könyvet már a harmadik oldalon, mikor egy írdatlan nagy tintadisznó esett a papírra. Nyúlok a pokróc végéért, hogy letörlöm, mert mondom, ha már törvény legyen szeplőtelen, mint az igazság, Alig mázolom széjjel a disznót, hallom, hogy valaki kegyetlenül rugdossa az ajtót. Szólok hamar a tanácsosnak. Ott van a cséphadaró a padlás lyuknál. Vegye csak le hirtelen, és verje fejbe azt a pimaszt, aki még annyit se tud, hogy egy miniszterhöz hogyan kell bekopogni. Most jutott eszembe, hogy a tanácsost elküldtem a vályogvetőmesterhöz megrendölni a saját szobromat. Na, mondom, tarkonsa, darítom magam is, ha nincs más. Kezdtem fölmászni a padlásjukra, hát az a büdös bakter erre akkor átrúgott az ajtóba, hogy rögtön kiesett kezemből a tolszár, amivel a törvényt írtam. A mosóteknő meg úgy eltűnt, mintha soha úgy se lett volna. Teljesen fölébredtem. A fene egyen meg. Alig akartam hinni magamnak. Az ajtó előtt a bakter káromkodott. Kinyitom az ajtót, és a bakter összekarmolt ábrázatát látom magam előtt. Ekkora változásra nem voltam elkészülve. Ú, de csúnya ez a bakter. Már arra gondoltam, hogy tán nem is az én bakterom. De az egyik ballábán már fölismertem a megdagadt parasz bütyköt, meg a hátulján a fotót. Elaludtunk bendegúz. Éppen egy órát hagyta zörögni. örögni. Mond bendegúz, mi volt velem az este? Nem tehettem mást, fölkölött világosítanom a baktert. Azt történt, mondom, hogy a ténysasszon nyilván megirigyelte azt a pár fazék bort, amit kell, megivott. Én csak azt tudom, hogy kédet valaki leteperte. Halagat mondtam, hogy kapja el a torkát, ez még most se volna késő, ha erőt érez magába. Legjobb volna, ha most az ágyba lefognánk ketten. Most a fapapucsa megegyengetné egy kicsit, vagy a csizmasán fával. A bakter semmire sem a tanácsaimat hamar körlött befejeznem, mert a banya kullogott elő a fazékkal fejni. Bicegett jobbra, bicegett balra, a kezei úgy lobogtak, mint el akartak volna menni a szomszédba. A lábai ahányan voltak, annyi felé lappancsoskodtak. A feje olyan volt a kendő alatt, mint egy hamarjában összecsavart zsákdarab. Hasonlított a bakteromra szépen. Senki sem mondta volna, hogy nem egy azon anyától származnak. Csak összenéztek, mint a lovak a kocsi előtt, de nem beszéltek. Isten tartsa meg szokásukat. A banya igen lobogtatta előttem a fejőfazekat. Konc bácsi szava a eszembe, hogy kíméljem a fejemet. Vasvillával igazgattam el a szalmát, de azért hátrább húzódtam, mondok. Most nem kezdek ki a banyával, ellenben, ha nekem szalad, nem állok jót magamért. Engem mégse tehet teljesen csúfáljen, vénasszony. Nagy darab földet bejártam a tehenekkel, de ilyen csúnya szerzetet sehol sem találtam. A bakter leült az ágyamra, onnan nézte a fejést. Én megöltet. Úgy láttam, hogy az órán egyáltalán nincs bőr, azt úgy fölfelé penderedik, hogy esős időben ki se állhat vele a bakterház elé. Nem mondom magamba, addig legyek én szegény, amíg ennek a bakternak be nem folyik az órán a víz. A banya kiöntötte a tejet egy vödörbe. Hogy ez a banya nem halt meg az este. Nem is hal meg soha, addig él még csak egy tarka kutya lesz a világon. A bakter kiment a konyhába, onnan kiabált értem. Megyek már, mondom. Elvettem tőle a kenyerem, szalonnám. Igen, nevethetnékem támadta, hogy az órát néztem. <laughs> Úgy köl neki. Miért nem mondja meg nekem igaz lelkire, hogy mit akar? Azt tapasztaltam, hogy a bakterom is igen nagy képmutató. Ebből is azt láttam, hogy csak egy igaz ember van a világon. Az pedig én magam vagyok.